Tavaly nagy lelkesen elindítottam a Szerintem sorozatot, aztán nem sok részt sikerült felvennem, de idén igyekszem úgy átcsoportosítani az energiáimat, illetve a szabadidőmet, hogy több ilyen részt tudjak felvenni, már ha lesz erre igény, és jól alakul ez a sorozat. Azt is megfogadtam, hogy ezekben a videókban igyekszem majd minél rövidebb lenni, úgyhogy bele is vágok, és a mai videó témája a Rapa Nui. A Rapa Nui nak van egy előzménye, a Giants nevű játék, ami nem mostanában jelent meg, és jó pár éve már nem is lehet kapni. Viszont én nagyon szeretem azt a játékot, csak nehezen kerül elő, egyrészt minimum három fő kell hozzá, és mi főleg kettesben játszunk, másrészt pedig elég hosszú játék, illetve hosszúra tud nyúlni, így ez a két tényező nem mindig kedvez annak, hogy könnyen asztalra lehessen tenni. A Rapanoi pedig egy könnyedebb, gyorsabb, kettesben is játszható játékmenetet ígért. Úgyhogy amint megjelent, ez 2020-as játék, én rögtön be is szereztem. Aztán persze felraktam a polcra, és több mint egy évet várt arra, hogy előkerüljön. De most játszottunk Anettel néhányat, úgyhogy be tudok számolni az élményeinkről. És hát nem véletlenül választottam a mai videó témájának a Rapanoit, mert Eléggé tetszik igazából. Az biztos, hogy nem nagyon kapták fel, tehát hogyha megnézitek a Geek-en a helyezését, akkor gyakorlatilag észrevétlen maradt ebben a nagy társasjáték dömpingben. És persze az is benne lehet, hogy aki a Giants-el játszott, vagy a Giants megvan neki, akkor nem is foglalkozott ezzel a játékkal. Azonban azért azt előjáróban el kell mondanom, hogy elég más játékról van szó. Így azt gondolom, hogy hát talán túlzás azt mondani, hogy mind a kettőre szükség van, de megférnek egymás mellett, legalábbis nálunk itt biztosan. Már csak azért is, gyakorlatilag ez a pár információ, amit elmondtam, már azt mutatja, hogy nem ugyanolyan körülmények között kerülhet elő a két játék, nem ugyanazokat az igényeket tudja kielégíteni. Végig is veszem akkor a soromat, és az első a téma, ami maga a rapanui tehát a Husvéd sziget, ahol 900 környéki szobrot emeltek a 13. és 17. század között, és azokra ilyen fejdíszt, ilyen kalapszerűséget, pukaót helyeztek, és a játékban mi is ezeket a moai szobrokat fogjuk felállítani, azokra ilyen fejdíszeket rakunk, és ezek által minél több pontot próbálunk szerezni. A szobrok felállításakor erőforrásokhoz juthatunk, a pukaók felhelyezésekor pedig elkölthetjük ezeket az erőforrásokat, és azok által győzelmi pontokhoz jutunk majd. Egy összességében a legtöbb pontot próbáljuk elérni. Az a különleges és izgalmas ebben a játékban, hogy a saját munkásainkon kívül a többi játékos munkásait is tudjuk használni, ahhoz, hogy a sziget különböző pontjain kibányászott, előállított szobrokat, pukaokat elszállítjuk, a sziget partjára, tehát a sziget szélére, és ott fel tudjuk állítani azokat. Így azok a megszokott interakciók, hogy elveszük egymás elől a helyeket, illetve próbálunk úgy helyezkedni, hogy, hogy jobb pozíciónk legyen a többi játékoshoz képest, itt is megvan, de emellett azzal is számolnunk kell, hogy kinek hogy tudjuk majd használni a munkását, ugyanis a szállításnál elég hosszú útvonalak alakulhatnak ki, és egyszerűen nincs elegendő munkásunk ahhoz, hogy egyedül véghez vigyük ezt. Úgyhogy, úgyhogy, ez, egy, ez egy rendkívül izgalmas, és, és, szerintem egyedi, vagy legalábbis ritka az ilyenfajta interakció, amikor a, amikor a többi játékos játékelemeivel is számolunk kell úgy, hogy az majd a mi hasznunkra válik. Összességében szerintem a tematika az egyedi és izgalmas, persze ez ízlés kérdése is, de az biztos, hogy egész jó szamban van a mechanikával, tehát Egyszerűen valóban az történik a játékban, hogy ezeket a szobrokat, kalapkákat kibányászunk, előállítjuk, és szépen elviszük a partra, felállítjuk, és elég látványos is lesz a játék végére a sok állószobor. A második szempont az a megjelenés, és itt elég rövid leszek, mert szerintem szuper ez a játék kinézetre. Nekem nagyon tetszenek a kis figurák, a térkép. Igazából minden jó minőségű, például az erőforrás tábla is két réteges, tehát kockával kell követni, hogy miből mennyink van, és ez szépen a helyén marad, nem csúszkál el. Úgyhogy különböző formájúak például a törzsfőnökök, a, a papok, tehát én azt gondolom, hogy, hogy igazából kinézetre nem nagyon lehet panasz, illetve azért egy dolgot mégis meg kell említenem, mint negatívum a kivitelezéssel kapcsolatban, hogy a szabálykönyv három különböző méretű és három különböző színű szobrot ígér. Na most, ahogy a képen látható, ez azért nem valósult meg. A méreteket is nagyon nehéz megkülönböztetni, tényleg egymás mellé kell rakni a figurákat, hogy látható legyen, hogy melyik melyik méret. Ugye itt van egy kicsi, közepes, meg egy nagy elvileg legalábbis. Összességében szerencsére ez nem befolyásolja a játékmenetet, ugyanis a szobrok mérete csak akkor számít, amikor a szobrokat kifaragjuk, illetve felállítjuk, ezek pedig egyszerre megtörténnek tulajdonképpen, így a későbbiekben már nem kell emlékezni, hogy melyik szobor mekkora, szóval összességében nem probléma. Az újrajátszhatóság kérdése már nem ennyire egyértelműen pozitív. Egyrészt a játéktábla az fix, tehát mindig ugyanaz a térkép a játéktér. Másrészt pedig viszonylag egyszerű játékról van szó, ami az előnye és egy kicsit a hátránya is. Nincs végtelen sok út, nincs végtelen sok taktika, stratégiai lehetőség. Így én azt gondolom, hogy, hogy egy nem tudom, néhány játszma után valószínűleg félre kell tenni, kicsit pihentetni a dolgot, és majd később elővenni. Ez nem azt jelenti, hogy kifullad pár játszma után, de, de azt gondolom, hogy egymás után sokat játszva egy kicsit ellaposodhat a dolog, és érdemes pihentetni. Van azért benne változó elem, ugyanis a talapzatokra felkerülő bónuszok, azok minden játék elején véletlenszerűen kerülnek fel, és egészen sok bónusz van végül is, tehát ezekkel azért meg lehet bolondítani egy kicsit a játszmákat. És a bónuszok felhasználása, időzítése, Persze minden játszmát kicsit egyedivé tesz, de, de összességében azt gondolom, hogy ez egy viszonylag gyenge pontja a játéknak. Tehát aki, aki arra számít, hogy ezzel aztán egymás után játszik majd 10, 20, az, az, az lehet, hogy csalódni fog. A játékidő viszont szerintem remek. 45 perc van a dobozra írva, és az reálisnak is tűnik ehhez a komplexitáshoz, illetve játékmenethez ideális. Összehasonlításképpen a Giants, ugye az előd, az másfél-két órás volt minimum, úgyhogy ez egy ilyen esti levezetésnek, egy könnyed szórakozásnak abszolút ideális. Persze, aki ennél hosszabbat, vagy ennél rövidebbet vár, az, az számoljon vele, hogy azért a 45 perce szükség van. Én olyan 45-60 közé lőném be a végső játékidőt. A következő szempont a tanulhatóság, taníthatóság, illetve a komplexitás. Én azt gondolom, hogy ez akár belépő szintű családi játéknak is működhet. Nem nagyon-nagyon egyszerű, de azért elég egyszerű. És igazából az első játék után már minden gördülékenyen fog menni. Azt figyelembe kell venni, hogy az első játéknál azért nézegetni kell majd az ikonokat, nem biztos, hogy minden egyértelmű ezeken a talapzott lapkákon. A szabálykönyv végül is elég egyértelmű, úgyhogy azzal nincs gond, de, de biztos, hogy az első játék során nézegetni kell egy kicsit a szabálykönyvben ezeket az ikon értelmezéseket, úgyhogy ez egy kis időt elvisz, melyik kis energiát elvisz, picit döcögős lehet az első játszma emiatt, de a második játszmára már biztos minden letisztul, úgyhogy ezen a téren sem panaszkodhat a Rapanui. Én, az, abszolút javaslom mondjuk 8-9 éves kortól családi játékként, 10 plusz van ráírva, de szerintem 8 éves kortól már lehet próbálkozni vele. Maguk az akciók egyszerűek, egyértelműek, amikor térképre helyezünk munkást, akkor az szállítani fog, illetve szobrot vagy ilyen pukaót fog emelni, ha pedig a kőfejtő részbe rakunk munkást, akkor az ott szobrot fog faragni, és ezt lehet majd szállítani. És rá is térnék a taktika stratégia kérdésére. Egyáltalán nem kell komoly stratégia játékra készülni, úgyhogy a könnyed témához, játékmenethez illeszkedően teljesen rendben van a taktikai tárház. Ahogy említettem, a másik játékost kell figyelni, vagy a többi játékost kell figyelni, és az ő munkásaikat kihasználva a lehető legideálisabb útvonalakat kialakítani, és jó időpontban kell beváltani az erőforrásainkat, hogy még a legtöbb pontot szerezzük azokkal. Nem, nem nagyon tudok mit mondani ehhez. Szerintem rendben van, nekem elég érdekes a játék, elég jók a döntési helyzetek benne, de abszolút egy könnyed kategóriához képest. A különböző játékos számokkal kapcsolatban sajnos nincsenek tapasztalataim, ugyanis csak kettesben játszottuk a Rapanuit, viszont nekem ez fontos szempont volt, hogy kettesben működjön, sőt, én megkockázhatom, hogy kettesben ez a játék jól működik, vagy legalábbis élvezetes a számunkra. Így aki esetleg 3-4 fővel játszana vele, az a mechanikák alapján nem nagyon tud mellélőni, mert a több játékos több interakciót, és valószínűleg gazdagabb döntési helyzeteket is kínál. És el is érkeztem az utolsó ponthoz, azaz, kinek fog tetszeni ez a játék, és ki az, akinek jó esélyen nem fog tetszeni ez a játék. Itt muszáj megint visszatérnem a Giants-hez, ugyanis ha valaki játszott a giants el vagy van bármilyen tapasztalata vele, akkor a téma, illetve a játékmenet nem lesz annyira egyedi a számára, Azonban, ha valaki nem ismeri a Giants-et, akkor én azt gondolom, hogy a számára ez valószínűleg egy egyedi tematikájú és egyedi működésű játék lesz. Úgyhogy, aki szereti a pici, egyszerű, de jó ötleteket, az abszolút beleszerethet a rapanóiba. Aki szereti, hogy egy társasban a játék végére közösen valamilyen látványos dolgot hozunk létre, az szerintem szeretni fogja a rapanuit, és fontos, már mondtam, még egyszer ki kell emelnem, a könnyed kategóriában kell kezelni, tehát az, aki szereti a gyors, egyszerű, interaktív játékokat, az, az annak érdemes lehet tenni egy próbát a rapanuival. Aki pedig összetettebb, gazdagabb stratégiai lehetőségeket kínáló játékot keres, nem biztos, hogy megtalálja a számításait a rapanóiban. Emellett pedig azoknak sem ajánlanám, akik esetleg felhúzzák magukat azon, hogyha egy másik játékos elfoglal egy olyan helyet előlük, amit kinéztek maguknak, vagy ha az eltervezett dolgaikat valamilyen módon keresztül húzzák, úgyhogy van annyi, van annyi interakció ebben a játékban, hogy hogy ezt azért jól kell tolerálni ahhoz, hogy élvezzük a rapanóit. Összességében én nagyon örülök ennek a játéknak, jó széve tudom ajánlani, pedig egy kicsit aggódtam azok után, hogy gyakorlatilag semmi visszhangja nem volt a megjelenésének, de, de én azt gondolom, hogy tényleg különálló játékként kezelve ez egy, ez egy, ez egy remek játék. Én minden esetre köszönöm szépen a figyelmet, bízom benne, hogy élvezhető volt ez a rész, Érzem, hogy még bele kell rázódnom, de azért remélem, hogy nem volt túlságosan döcögős. Jó játékot, sziasztok! Örülök, hogy erre járt és megnézted ezt a videót. Ha érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, akkor megköszönöm, ha lájkolod, megosztod, és feliratkozol a csatornára.